Hát akkor nézzük a mai órán az első világháború kirobbanásával fogunk foglalkozni, és annak első felével. Hát bízunk benne, hogy ez is egy érdekes történet lesz. Na nézzük, hogy mi is ez az első világháború. Mikor kezdődik, hogyan végződik, és hát egy előjáróba egy-két szót azért érdemes-e pazarolni. Először is az első világháborút szokták nevezni a történelem első nagy úgynevezett világégésének, amikor is az emberek hát megérettek úgymond a pusztulásra, mert tényleg egymásnak estek és egymást ölték gyakorlatilag mások hatalmi vágyai miatt. Maga az időpont 1914 és 18 között van, tehát azért ezt illik tudni mindenkinek. És a háborúban bizonyos források szerint kb. 20 millióan haltak meg, úgy, hogy egyébként ebben nem tartoznak bele azok a személyek, akik a szovjet polgárháborúban, amely a háború vége felé robban ki, illetve a spanyol áthában, ami 1918-19-ben pusztítása sorban halnak meg. Nézzük, hogy mik az okai az első világháborúnak. Ugye ezekről beszéltünk már az elmúlt órákon. Az egyik ok nyilván a monopóliumok és a szabadversenyes kapitalizmusnak a vége. Ugye a monopól helyzetben lévő vállalatok megpróbálják ráerőltetni a hatalmukat az országok vezetésére, ami több-kevesebb sikerrel sajnos sikerül is nekik, és ennek köszönhetően beleűzik őket hatalmi játszmákba, hatalmi harcokba. A másik dolog a gyarmatosítási verseny. Konkrétan a különböző országok, hogy megbeszéltük az előző órán is, a különböző országok egymással versengenek, hogy minél több gyarmatuk legyen, a harmadik pedig ugye az előző órán már említett fegyverkezési verseny, hogy minél nagyobb és minél jobb fegyvereket gyártjanak, és ezzel hát a többiek ellen menjenek. Hát itt megláthatjuk a konkrét okokat. Ugye a gyarmatokért folytatott versenyről már beszéltünk, a Balkánról az előző órán beszéltünk, mint lőporos hordó, egy gyufát eldobunk és felrobban. Ugye osztrák-magyar vonal és Oroszország közti ellenséges viszonyról szintén beszéltünk. A fegyverkezés verseny miatti bizalmatlanságról szintén. És hát a különböző szövetségi rendszerek, központi hatalmak, illetve az Antantról is beszéltünk. Arról még ne is beszéljünk többet, hogy Németország és Franciaország ugye a 1871-es események után hát folyamatos ellentétben állnak egymással. Nézzük, hogy milyen válsággócok alakulnak ki az első világháború előtt, mik okozzák igazából a háború kirobbanását. Hát először is itt van a revánskényszer. Az előbb beszéltünk erről, a francia-német viszony, Elzász-Lotaringia visszaszerzése, megszerzése, oda-vissza adok-kapok, és hát ugye ez a bosszú kényszer a németek ellen. Flotta program, ugye a másik érdekes kérdés, a németek és az angolok is flottákat építgetnek, sőt, még az oroszok is, és nyilván az angolok nem tetszik az, hogy a németek ki akarnak jutni a tengerekre a hadiflottáikkal, plusz még ebbe bele töröl egy kicsit, hogy megépítik a Berlin-Bagdad vasútvonalat, ami egyértelműen a központi hatalmak tengeri vasútvonala lesz, amin el lehet jutni gyakorlatilag elég messzire, és hadsereget lehet nagyon gyorsan átdobni. És hát ugye a balkáni puskaporos hordót már sokszor említettük, ugye Monarchia Oroszország, illetve Szerbia áll szemben a balkáni helyzet kérdésében, ugye a szerbek nyilván szabadulni kívánnak a Monarchia rabigájától, és vinni magával az összes tagállamukat, az oroszok pedig a pánszlávizmus elve alapján meg akarják szerezni a balkán szláv népeinek összességét. Hát gyakorlatilag az első világháború előtt így állunk. Mindenféle népek egymással mindenhogyan éppen lekezelnek és szövetkeznek. Hát van, amikor éppen a franciák, a sírók is ők mindenből kimaradnak, de máskor meg éppen mások. Ezt nem lehet megállapítani konkrétan, hogy ki, mikor, kivel van jóban. Egyik pillanatban még jobban vagyunk, a másikban már a másik oldalon nézzánk vissza az eddigi jó barátunk. Mi a helyzet a katonai tömbökkel? Beszéltünk már róluk az előző órán. Ugye van a központi hatalmak, amelyek elsőben Németországot és Monarchiát foglalja magába, illetve kezdetben még Olaszországot is, de az olaszokat átcsábítják majd mindenféle területi ajánlatokkal az Antant tagjai.
ahol viszont Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország talált. Ugye Oroszországot tudjuk, hogy azért kerül bele bármelyik szövetségbe, és most senki nem kívánja ellenségnek maga ellen. A monarchiával meg alapvetően nincsen jóban. És hát íme a 1914-ben a szövetségi rendszer, központi hatalmak, Oroszország, Franciaország, Nagy-Britannia által ott Antant és a semleges államok, igazi annyira nem semlegesek, mert valljuk be őszintén Szerbia monarchia ellenes, Románia éppen a központi hatalmakkal van, de aki többet igen, neki ahhoz fog csatlakozni, neki nyilván Erdély kell, Bulgária megint csak az, akinek esetleg ígérnek neki Romániából, Szerbiából területet, illetve a törőket elviszik a közelükből, és a törökök is szeretnének szövetségeseket, mert szeretnék a nagyhatalmi státuszokat megőrizni. A többiek azért úgymond semlegesek, bár mondjuk Belgium és Hollandia erőteljesen karöltve van Nagy-Britanniával és Franciaországgal, tehát ha ezekkel az országokkal valami történik, akkor nagy valószínűséggel a környezetükben lévő két nagyhatalom be fog avatkozni fegyveresen, mint ahogy meg is fog ez történni egyébként. Na nézzük a Casus Bellit, az a háborúra való okot, amely a történelemben a szarajevói merénylet címszó alatt vonul be. Egy nagyon érdekes helyzetről van szó. Szarajevó, ugye Bosznia-Hercegovina központja, és hát itt erőfitoktatás gyanánt 1914-ben az osztrák-magyar monarchia hadgyakorlatot tart, egy nagy központi hadgyakorlat, ahol természetesen Ferenc József, mint a aktuális király és a hadsereg főparancsnoka is hivatalos. Azonban Ferenc József már ekkoriban azért nem túlzottan fiatal, sőt már kifejezetten öregnek tekinthető, így aztán nem ő, hanem az őt követő, nagy valószínűség követő trónörökös, Ferenc Ferdinánd látogat el Szarajevóba, és tekinti meg a hadgyakorlatot. Ez egy egyértelműen veszélyes vállalkozás, hiszen mindenki tudja itt, hogy a szerb Fekete Kéz nevű terrorszervezet egyértelműen arra készül, hogy valamilyen kárt okozzon a monarchiába, és ennek az egyik lépése az lenne, hogy a megjelenő uralkodót vagy trónörököst esetlegesen eltegye láb alól. Tudnak a merénylőkről, tudnak, hogy készülnek merényletek a Szarajevóban. Nagyon sok óvintézkedést megtesznek a monarchia hadserege, testőrsége és testőrparancsai. És úgy tűnik, hogy minden jól is megy, Szarajevónál lezajlik a hadgyakorlat, Ferenc Ferdinánd és felesége megtekintette a hadgyakorlatot, nem történt semmi. Egy pár kézigránát ugyan elrepült az autó felé, de lepattogott róla, tehát mondhatjuk úgy, hogy már úgy tűnik, hogy túlélte Ferenc Ferdinánd ezt a történetet, mert éppen a vasútállomás irányába haladnak, búcsúzóul Szarajevóból, amikor is közvetlen közelről egy Gavrilo Princip nevű szerb férfi, hát lelövi a trónörököst és feleségét a nyitott autóba. Ugye a kérdés, hogy miért nyitott az autó? Nyilvánvalóan ez a bátorságot jelenti, nyárban integet belőle az autóban. A másik, hogy vajon mit kerestek errefelé, ha már készülnek merényletek? Ugyanis mindenki tudta azt, hogy itt merényletek készülnek, még nagyjából ott információk is voltak arról, hogy hol állnak a merénylők, ezért aztán a konvoj egy teljesen más útvonalat választott, mint ami eredetileg ment volna, hogy ebben kicselezze esetlegesen a merénylőket. Ez nagyon szép és jó, csak egyetlen egy embert felejtettek el értesíteni erről, az pedig nem más volt, mint az autó sofőrje. Az autó sofőrje az útvonalat tudta, és hát ez volt az érdekes kérdés, hogy Gavrilo Principnek nem ezen a sarkon kellett volna állnia, meg volt határozott, hogy hol fog ő majd dinamitot vagy kézigánatot, vagy hasonlót hajítani a nyitott autóba. Azonban az történt, hogy ő gyakorlatilag megnézte, hogy minden rendben van, és hogyan vonul a sor. Pont nem messze mentek el tőle egy sarkon, oda kiment a sarokra. Itt történt meg az eset, hogy míg a katonai vezetés és a testőrök elfordultak, az autó megment volna tovább egyenesen, és hirtelen hát ugye megállt, hogy most akkor mi a fene van, és akkor kívánt elfordulni, na, és ekkor lép oda Gavrilo Princip közvetlen közelről, és lövi le a bent lévő Ferenc Ferdinándot és feleségét. Felesége a kórházban, Ferenc Ferdinánd pedig már a helyszínen életét vesztette. A dátum 1914. június 28-a, ekkor történik meg ez a merénylet, ami gyakorlatilag a Casus Belli, az a háborúra való oka lesz az első világháborúnak. Persze mondom se kell, hogy azért Ferenc József nem az a háborús vezető, úgyhogy ebből még nem lesz háború, csak a németek folyamatosan
nyomják neki, hogy hát bizony-bizony a szerbeket meg kell torolni. Ezért aztán a monarchia egy hónap alatt megpróbál bejutni Szerbiába, és felkeríteni a gyilkosokat. A szerb rendőrség és hatóság pedig nem engedi be az osztrák rendőröket. Szó-szót kövez diplomáciai viták alakulnak ki, aminek aztán végeredménye az lesz, hogy a németek hadhatós szavára, akik a háttérből azért folyamatos jelleggel hát nyomják a monarchiát, hogy támadja meg Szerbiát, a Szerbiát végül is 1914. július 28-án az osztrák magyar monarchia hadserege lerohanja. Ugye azt jelenti, hogy küld nekik hadüzenetet, és megtámadja őket. Hát egy kis országot, egy kis nagyobb ország megtámad, ebből még nem biztos, hogy kéne világégésnek lenni, de Szerbia szövetségese Oroszország, akinek egy olyan szövetségi rendszere van, hogy a Szerbiát támadás éri, akkor az oroszok megtámadják azt, aki a szerbeket megtámadta. Ezzel aztán kitör az első világháború, tehát az első világháború kötelező dátuma, nyilván horvát tengerparton éppen búvárkodik valaki, akkor is tudnia kell, hogy 1914. július 28-a az első világháború kirobbanásának időpontja. Hát és íme ez a bizonyos merénylet, ahogyan közvetlen közelről Gavrilo Princip a trónörököst és feleségét agyonlövi. Hát itt pedig a következő lépések. Ugye június 28-án van a szarajevói merénylet. Július 5-én már Ferenc Józsefet, második Vilmos folyamatosan megüzente neki, hogy támogatni fogja, ha esetlegesen háborúra kerülne a sor. Július 20-én az oroszok Szerbiának az oldalára állnak, amiből aztán az lesz, hogy az osztrák magyar monarchia megtámadja Szerbiát, kitör a világháború. Az oroszok általános mozgósítást rendelnek el, nem támadnak még, ez nagyon fontos, csak mozgósítanak. Németország bejelenti, ha Oroszország nem állja a mozgósítást, akkor Németország is mozgósítja a seregét. Tehát egymást löködik gyakorlatilag. Ha te ezt csinálod, akkor én is ezt csinálom. Franciaország is mozgósít, hogy Németország leállítsa magát. Németország pedig közben hadat üzen Oroszországnak. Tehát az osztrák magyar monarchia háborúban áll, Németország meg hadat üzen Oroszországnak. Franciaország is megkapja a német hadüzenetet pár napon belül. Közben a németek megtámadják Belgiumot, aki semleges. Ennek köszönhetően Nagy-Britannia hadat üzen Németországnak. Majd, hogy jó legyen az osztrák magyar monarchia, hogy teljes legyen a kör, hadat üzen Oroszországnak, Szerbia meg Németország, mindenki mindenkinek hadat üzen. És végül aztán Franciaország is, és Nagy-Britannia is hadat üzen az osztrák magyar monarchiának, és akkor mellette még itt Japán is beszáll a háborúba. Ugye ezek voltak a hadüzenetek, ahogy mondtuk, július 28 monarchia Szerbiának, augusztus 7 németek oroszoknak, német-francia, aztán angol-német, aztán japán-német. Ugye ezek mind-mind hadüzenetek. És íme így néz ki 1914-ben Európa, hoppá-hoppá, kicsit megváltozott a helyzet, Olaszország elviekben még semleges, akkor még nem támad, de már nem a központi hatalmak része, mint ahogyan Románia is sem, hiszen ezeknek mindegyiknek az Antant földeket ígér, Olaszországnak Tirolt ígérte meg, Romániának pedig Erdélyt. Milyen nagy vonalú volt, ugyebár. És Bulgária és Törökország pedig a központi hatalmak oldalán jelenik meg. Nézzük meg, hogy mik a háború valódi okai, mert nyilván nem Ferenc Ferdinánd lelövéséért tört ki ez a háború. Alapvetően a népek erőszakosan akarnak a nagyhatalmak területeket szerezni. Ez egyértelműen háborúhoz vezet. Már a diplomácia nem használ, a diplomácia csődöt mond, és hát gyakorlatilag nagyon gyorsan a háború az egész világra ki fog terjedni. Milyen erőviszonyok kellnek egy ilyen háborúnak, mert nyilván azért mi már tudjuk, hogy egy nagyon hosszú, elhúzódó háborúról van szó, egyébként ők nem tudták. Itt mindenki egy csatás háborúra készült, nagyjából úgy, mint a német egység kialakulásakor, hogy pillanatok alatt egy Königgrätz meg egy szedáni győzelemmel eldőltek akkor az erőviszonyok. Itt viszont hát kicsit más lesz a helyzet, pedig itt is mindenki egy csatás háborúra gondol. Ugye kezdetben mondható, hogy az erőviszonyok kiegyenlítettek. De csak kezdetben. A
háború, ahogyan elhúzódik, az egyértelműen nem a harapófogóban lévő központi hatalmaknak kedvez, hogy se gyarmatuk, se semmiük nincsen, és középen vannak, hanem egyértelműen a periférián lévő, tehát a két szélen lévő antantnak, akiknek mellette még gyarmatjai is vannak, ahonnan bőséggel tud katonát, illetve hadianyagot hozni, hogyha szükséges. Tehát egy elhúzódó háború egyértelműen az antantnak kedvez. Vagy a központi hatalmak pedig középen harapófogóban. Haditervek. Ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy milyen haditervekkel készültek ezek a népek erre a háborúra, mert voltak haditervek. Ugye, ahogy mondtam, mindenki gyors, egycsatás háborúra készül, ezt nevezik úgy, hogy villámháborús terv. Oda megyünk, megverjük az ellenséget, aztán vége is. Úgy mennek el otthonról a katonák, hogy augusztus-szeptember környékén, hogy legkésőbb karácsonyra már itthon vagyunk. El ne felejtsetek adni a pulykából, meg a sütiből. Hát nem érnek haza, legtöbben sohasem. Na most mi történik a villámháború helyett? Megszilárdulnak a frontok, és egy 4 évig tartó, rendkívül véres állóháború veszi kezdetét. Amely, hát a történelem, bár nem első, de tömegháborúja. Az első tömegháborúnak én azt gondolom, hogy az amerikai polgárháborút, vagy esetlegesen krími háborút lehet tekinteni. Tömegek harcolnak tömegek ellen, a cél nem harcképteníteni, megölni a másikat, és minél jobban csökkenteni annak haderejét. A németeknek van egy remek tervük, amelyet bizony Schlieffen bácsi dolgozott ki, de nem ekkor már, hanem 1890-es években. Ő Bismarckkal dolgozott közösen, és ugye a célja az volt, ha esetleg Franciaország rendetlenkedne, vagy Franciaországban rendet kéne teremteni, akkor ezt találjunk egy tervet. Na most a Schlieffen terv egy érdekes terv lesz, mert az első világháborúban nem 100%-osan bírják megvalósítani, viszont majd ezt előveszi egy Adolf Hitler nevű emberke egy pár évvel később is a második világháborút, és a Schlieffen terv alapján fogja kezdeményezni, csak akkor már sikeresebben. Ugye a tervnek a lényege, hogy minél gyorsabban háborút kell nyerni, és el kell kerülni azt, hogy esetleg egy kétfrontos háború alakulhasson ki. Hogyan lehet ezt elkerülni? Először is a Schlieffen terv az, hogy Belgiumon, Hollandián keresztül meg kell támadni Nyugat-Európát, főleg Franciaországot. Franciákat gyorsan szét kell zúzni, és akkor már az angolok nem tudnak beavatkozni, mert mi odajönnének, véget ér a háború. Egyébként majdnem összejön a németeknek ez a történet. Majd eddig a központi hatalmak többi tagja, mondjuk a monarchia, feltartja az oroszokat, akik így megszilárdult frontokat kapnak, majd pedig Németország a német hadsereget átcsoportosítja nyugatról, Franciaországból, és szétzúzza az oroszokat is. Remek terv, gyorsan véget érő háborúhoz. Mi valósul meg belőle? Szinte semmi. Ugye íme a Schlieffen terv, szépen lerohanjuk Belgiumon keresztül Franciaországot. Azért nem a francia-német határon megyünk át, mert ott van egy erődrendszer, amelyet át kéne törni, amely nem lenne túlzottan sikeres, nagyon sok ember életbe kerülne, mint ahogy egyébként fog is a későbbiek során. Frontok és tervek. Alapvetően az első világháború egy frontháború. A második világháború már nem feltétlen lesz az, egy front és lövészárok háború. Van egyszer egy nyugati frontunk, amely gyakorlatilag Németországot foglalja magába, aki kezdetben az angolokkal, franciákkal és a belgákkal fog harcolni, majd 1917-től az Amerikai Egyesült Államok is itt fog megjelenni ezen a fronton, és szinte az Atlanti óceántól a földközi tengerig húzódó, vagy az északi tengertől a földközi tengerig húzódó frontvonalról beszélünk. Ez a nyugati front. Van egy úgynevezett keleti front, ahol a monarchia és Oroszország csap össze, ugye ez nyilván keleten található, és ide is beszállnak a németek, tehát ez a német monarchia határon futó frontvonal, amely aztán néha kicsit arrébb megy. Az a kicsit az 6-700 kilométert jelent egyébként. Maga a villámháborús terv nagyon egyszerű, gyors, rövid lefolyású, döntő csatával végződő háborút takar. Na nézzük meg, hogy kezdődik el a háború, hogyan fognak szerte foszlani a németek által kigondolt gondolatok. Nyugati front. Németország úgy, ahogy tervezte, lerohanja Belgiumot, a semleges Belgiumot,
majd pedig, miután Belgium behódolt, lerohanja Franciaországot is. Sőt, 3 hét alatt Párizs közelében van. Csak egy-egy kicsi bökkenő van, Belgium megtámadásakor a háború beszállt Nagy-Britannia, aki kapásból seregeket dobál át Franciaországba, akik bevetése készen állnak, csak Párizshoz kéne eljutniuk. Na most a németek már majdnem beveszik Párizst, amikor is hát Párizst megmentik, ugyanis a párizsi taxisok lemennek Le Havre-ba, fölszedik a taxikra, teherautókra az angol haderőt, akit egyből egyenesen a frontra visznek, ahol a franciák próbálnak ellenállni a németeknek, és gyakorlatilag megállítják a németeket, majd pedig visszábszorítják őket, és a villámháborúnak itt van vége, mert a front megmerevedik. Ezeknek a katonáknak, ne felejtsük el, a német katonáknak, miután itt nyertek, át kellett volna menniük az orosz frontra. De nem nyertek, tehát itt maradnak. Hát íme egy francia városka, nem túlzottan egészben, a bombázások során, vagy bombázások, nem repülőkről bombáznak még egyelőre, hanem ágyútűzet zúdítanak az ellenség. Aztán a nyugati front talán leghírhettebb ütközete a verdöni vérszivattyú, Verdön erődjéért zajló háború, ami 4 évig eltart, és több mint 1 millió ember halálával ér véget. Hát íme német katonák a nyugati fronton, ahogy éppen mesterlövészként tevékenykednek, ugye ott mellette a megfigyelőnek az a dolga, hogy keressen egy jó zsíros célpont, amit ki lehet lőni. Ha valaki kicsit magasabb dugta a fejét, akkor hirtelen azt vette észre, hogy kilövik onnan. Illetve valószínűleg már nem vette észre sajnos. Ypern híres lett az első világháborúban méghozzá onnan, hogy itt volt az első sikeres gáztámadás. Na most a harci gázok bevetése az első világháborúnak egy sajátosság, egy tömeggyilkos eszközről van szó, mustárgázt vetnek be elsősorban. Ugye ezt úgy csinálják, hogy figyelnek arra a szélirány, mikor fog megfelelően változni, és a mustárgázt kiengedik, és hát az ellenség pedig megfullad. Hát nyilván, ha megfordul a szél, akkor a mi bajtársainkra is probléma lesz, de hát erre találták ki a gázmaszkokat, amelyeknek az a dolguk, hogy elnálljanak. Azért kell ekkora ilyen valami a végére, mert mindenféle különböző gyilkos harci gázhoz különböző szűrőbetétekre volt szükség, úgyhogy ezt cipelhették magukkal a katonák, ha túl akartak élni természetesen egy gáztámadást. Egyébként Adolf Hitler is a nyugati fronton például szagolt mustárgáz, tehát ő kapott a gáztámadásba, és ezért is került egyébként hadi kórházba. Nézzük a keleti front helyzetét, mi a helyzet a keleti fronttal. Alapvetően a keleti front egy olyan szituáció, ahol hát ugye alapon annak kéne történnie, hogy a monarchia föltartja a cár seregeit. Azonban nem olyan egyszerű a cár seregeit föltartani, mert a cárnak nem számít hány embert vett be, milliós hadsereget küld a monarchia ellen. Egyébként nagyon vicces, mert ez nem egy modern háború, itt még huszárok harcolnak, meg kozákok, meg mindenféle egyéb ilyen lovas népségek, még szabjával ütik, vágják egymást, miközben a nyugati fronton pedig a legmodernebb gépfegyverekkel írtják egymást a németek és a brittek például. Na most, mivel nem tudja a monarchia megállítani a rohamozó oroszokat, ugye a németeknek az egyébként nyugatra szánt tartalékait kell bevetnie ahhoz, hogy megállítsa a monarchiával közösen a benyomuló orosz seregeket. Vilmosnak végül aztán sikerül ezt megállítani Vilmos császárnak, majd pedig szép lassan az oroszokat kitolják Németországba, sőt, betolják Oroszországba az oroszokat, egyre hátrébb tolják őket. Végül aztán megmerevedik a front, de a monarchiának sikerül Gorlicénél, ez a mai Lengyelország, Fehér Oroszország határvonala környékén lévő település, Gorlicénél áttörni a kelet-európai orosz frontot, és hát egy laza 700 kilométerre visszatolni a frontvonalat. 1916-ban aztán Oroszországban ez is megszilárdul. Gyakorlatilag a villámháborús terveknek ennyi volt, innentől fogva álló háborúról kell, hogy beszéljünk. És hát akkor íme egy fotó, ahogyan éppen magyar katonák állnak a keleti fronton, és céloznak és lőnek. Hát azért hozzáteszem, hogy ez egy erősen beállított kép, mert
katonát így biztos nem látunk, főleg itt erre a szembenéző úriemberre hívnám fel a figyelmet, ott kézigránáttal a kezébe. Ugye azt ne felejtsük el, hogy ha kézigránát nem röpül ki a frontárokból, akkor kutya kötelessége annak, akinek nem sikerült kidobnia, ráugrani a kézigránátot. Az egy veszélyes üzem, mert az ott ugye föl fog robbanni, aztán hát a darabkáit ennek az embernek a környező fákról fogják leszedegetni. De azért kell ráugrani, hogy megmentse a többi bajtársának az életét, akinek a problémáját nyilván az okozta, aki nem dobta ki rendesen a kézigránátot. Na most, ha ez egy nem beállított kép lenne, akkor ez a bácsi ez nem erre néz, nem arra koncentrál, hogy röpüljön át az anyamvat kézigránát, mert muszáj. Gordicai áttöréskor egy erődítmény, ez egy full beton erődítmény, azért ezt látjuk rajta, azért ezt is sikerül elég rendesen megrongálni. És hát így néz ki 1916-ra Európa frontvonala, ugye ezek a piros vonalak azok, ahol a harcok dúlnak, és ameddig előre nyomult az ellenség. Gyakorlatilag átütő sikert senkinek nem sikerült 1916-ig. Mi az a déli fronttal? Mert hogy van déli front is, ráadásul nem is egy, hanem kettő. Az egyik az úgynevezett szerb front, ahol a monarchia seregei harcolnak, a másik pedig az olasz front, ahol a monarchia hadserege, illetve Németország hadserege harcol az olaszok ellen, első monarchia hadserege. Egyébként ilyen személyes élményem is van, úgymond, abból a szempontból, hogy az én déd nagypapám, vagy valami hasonló szinten álló nagyapám, ő harcolt itt, és ezért aztán vitézi, kitüntetést is kapott, mert kilőtt egy pilótát a repülőből, aki éppen halomra lőtte a magyar katonákat, amint itt nyomultak. Ugye a szerbek lerohanása után az Antant nem tud, vagy a Antant központi hatalmak nem tud győzedelmeskedni, mert hogy Románia is beszáll a háborúba, és nem a központi hatalmak oldalán, az Antant oldalán, és benyomulnak Magyarország irányába. Mondanom se kell, hogy mi azért szépen visszanyomjuk őket, azért német csak erősebb vagyunk, mint a román hadsereg. Ekkor még, majd 4 év múlva nem leszünk azok. Gyakorlatilag központi hatalmak megállítják a román támadást, és hátba támadják a bulgárok is Romániát, ezzel a román királyságnak gyakorlatilag a háborús történetének egy darabig vége van. Azonban mindeközben Olaszország hadat üzen a monarchiának, és ezzel kialakul az olasz front is, vagy olasz déli front, ahol aztán egy állóháború lesz, és nagyon komoly hadakat vetünk be. Talán mondhatjuk azt is, hogy a legtöbb magyar katona az ezen a fronton harcolt. Hát íme olasz, talán ezek olasz katonák a fronton éppen iszogatnak, vizet ráadásul, ugye nem jellemző a katonákra, hogy vizet ittak volna, de hát szomjasak voltak. Na most, hogy mi okozza az óriási problémát? Majd, hogyha otthon nézegetitek a okoskönyvet, vagy a PDF-et, amit küldök, akkor ezt a lövészárok háborúdon nevű dolgot, ezt érdemes megnyitni. Az okoskönyvben konkrétan a tananyagnál van erről egy kis videó, egy 2,5 perces videó, hogy mi is a gond ezzel a lövészárok háborúval. Ugye itt azért el ne felejtsük, hogy lövészárok vannak jobbról-balról, mindenhol, ahol bujkának katonák, köztük aknasorok vannak, drótkábelek vannak, tehát minden, ami akadályozza, hogy esetlegesen a másik, az ellenség be tudjon nyomulni a lövészárokba, az ellenséges lövészárokba. Köztük a senki földje, amely 30 méter és hát 1 kilométer közötti távolságban váltakozik. A lövészárkokról van egy nagyon jó ábra szintén az okoskönyv, amit érdemes megtekinteni, hogy hogy is nézett ki, mikből állt össze maga a lövészárok. A benne lévő katonáknak a dolga nyilván az, hogy az ellenséget feltartsák, vagy támadjanak. A támadás az úgy fog történni, hogy vonalakat állítanak föl, akik támadnak, sívszó megszólal, előtte van egy kis előaknázás, előbombázás, akár több napig tartó előlövöldözés, majd pedig nekirontanak az ellenségnek. Általában nem tudnak áttörni, hiszen az ellenség ugyanúgy gépfegyverekkel rendelkezik, mint a mi támadóink, és a gépfegyverek gyakorlatilag lemészárolják az előre nyomuló embereket, gyakorlatilag ki se jutnak szinte a lövészárokból. Egyetlen egy módszer van, ami hatásos lesz, csak egy kicsit, hát mondhatjuk, hogy emberekre erősen veszélyes módszer. Ez az oroszok által kitalált és kifejlesztett tűzhenger nevű módozat, amikor is 8 sort állítanak fel, az első 2 nekiront az ellenséges lövészáruknak, mondanom se kell, hogy nagyjából az első 2 sorból
olyan 70%-os veszteség van. Ez azt jelenti, hogy 10.000 emberből 3.000 éri túl. Jön a 34. sor, akik elfoglalják a lövészárkot, itt az egy kisebb a veszteség, itt egy olyan 20-30%-os veszteséggel számolhatunk, tehát mondjuk 6-7.000 ember túlél egy ilyet. Ha ennek vége, akkor egy pillanatra megnyugszanak a kedélyek, de azonnal szinte megy tovább a történet, mert jön az 5.-6. sor, aki viszont a elfoglalt lövészárokból rohanja nála a következő lövészárkot, ami megint csak óriási emberveszteségeket okoz természetesen, megint 60-70%-ról beszélünk, majd a 7.-8. sor elfoglalja a másik lövészárkot, amelyet körülbelül egy éjszaka után aztán visszafoglal az ellenség. Tehát rengeteg embert igényel, a cár pedig nem érdekli az, hogy mennyi orosz fog meghalni ezekben a lövészárok csatákban az elkövetkezendő 4 évben. 1916-a gyakorlatilag valami ilyen csúnya térkép jön ki, ugye a rózsaszínek központi hatalmak, a kék az pedig ugye az Antant ezen a térképen. Na most az első világháborúnak még egy fontos része az új harci eszközök, hogy miket is vetnek be, hát azért van egy pár. Alapvetően tömegesen használják a gépkocsit nyilvánvalóan szállításra. Megjelennek a repülőgépek, kezdetben felderítő repülőgépek voltak, amelynek az a dolguk, hogy lefotózzák a lövészárkot, hogyan állnak, majd később rájöttek arra, hogy ha fölvisznek magukkal aknákat, akkor lehet az dobálgatni lefele, és akkor ott föl fognak robbanni. Illetve nem tudjuk, hogy ki vitte föl az első szolgálati pisztolyt, de két ellenséges pilóta összefutott és elkezdtek szolgálati pisztolyjal lövöldözni egymásra a másik géppel. A következő alkalommal a gépfegyvert vittek föl, majd beszerelték a gépfegyvereket a repülőgépekbe, és innentől fogva vadász repülőgépekről beszélünk. Megjelennek az első tankok, bár azért hozzá kell tennem, hogy ezek a tankok jobban hasonlítanak a Star Warsból a buckalakóknak a remek műveire, mint egy mai értelemben vett tankra, vagy nem tudok majd egy képet, és akkor rájövünk, hogy miről beszélek. Megjelenik a mérges gáz, ugye erről már volt szó, megpróbálják a másik frontárkat elárasztani vele, hogy ott az ott évéket megöljék, természetesen mindenkinek lesz már gázmaszkja, és akkor nincs emelően hiány, meg ilyenek, és akkor talán túlélhetik. Megjelenik a gépfegyver, nem újdonság, azért ezt ne felejtsük el, hiszen már a Gettysburgi csatában az amerikai polgárháborúban is használták a gépfegyvert, viszont nagy számban használják, és hát ugye ez az ok, ami miatt nagyon nehéz lerohanni az ellenséges lövészárkot, mert gyakorlatilag gépfegyverekkel ledarálnak bennünket. És megjelennek a nehéz messzehordó ágyuk, amelyek akár 70-80 kilométerre is képesek voltak ellőni, és a koordináták alapján szétlőni egy települést, illetve ezekkel az ágyukkal próbálják megalapozni a támadásokat. A frontárokban egyébként nem tudnak belőni feltétlenül vele, ez nagyon nehéz, mert úgy építették meg, hogy lehetőleg a fölülről érkező töltények se csapódjanak be. És megjelennek a búvárhajók, vagy más néven tengeralattjárók. Azért ne felejtsük azt, hogy az amerikai polgárháborúban ilyennel is találkoztunk, búvárhajóval. Ott már szórakoztak vele, most már normális motor van benne, és elsősorban a németek azok, akik használják a búvárhajókat, vagy más néven tengeralattjárókat. Hát íme egy repülőgép, amiről éppen egy bombicseket próbálnak ledobni az ellenséges lövészárokba. Természetesen nem csak repülőt, hanem Zeppelint is használtak, ha már volt abban, még könnyebb volt bombázni egyébként, mint a repülőgépről. Ugye mondtam? A buckalakokra hasonlít körülbelül, a buckalakok gépjárművére ez a Mark 1-es típusú tank. Az angolok tömegesen vetik be egyébként az első világháború. A kezdetben még a tankok helyett traktorokat használtak, meg hasonlókat, amiknek ugye fönn volt a lapátja, nem tudták átlőni, sőt voltak úgynevezett emberi tankok, hogy plédobozba belementek az emberek, és akkor kúsztak át a frontárkon, hát nem tudott a nagy sikerre. És íme egy nehéz, messzehordó ágyú. Hát és itt pedig ugye gáztámadás éri a támadó katonákat, vagy védekező katonákat, és ott menekülnek. Hát ez pedig egy gépfegyverfészek. Ugye látszik, itt is készültek a gázra, és mellette próbálják ledarálni az ellenséget, aki éppen a közelükbe érkezik. És a Dreadnought típusú csatahajókról meg már beszéltünk, ugye óriási harci hajók is cirkálnak, a vizeken is próbálnak háborút vívni egymással. Egy szóval rendkívül véres helyzet van.